A szakképzés 4.0 koncepció az egészségügyi és szociális képzéseket is érinti, mely 2020. július 1-én módosult. Ez számos területen hozott változást az egészségügyi és szociális képzésekben. Az új szakmajegyzékben szereplő képzések indulnak annak reményében, azzal, hogy az egészségügynek és szociális területnek továbbra is nagy szüksége van a jól képzett szakemberekre. A Pécsi Tudományegyetem Kelemen Endre Egészségügyi Technikum és Szakképzőiskola Tolna megye egyetlen, több évtizedes hagyományokkal rendelkező tiszta profilú, egészségügyi és szociális szakképzéssel foglalkozó iskolája. Bár az iskola neve és fenntartója sokszor megváltozott, a segítő szakmákkal kapcsolatos értékeit megőrizte. A több évtizedes felnőtt oktatási múlttal is rendelkező intézmény lehetővé teszi az egész életen át tartó tanulást, a magasabb szintű szakképesítés megszerzésének lehetőségét és a szakmaváltást. Az iskola munkavilágára való felkészítésben számos egészségügyi és szociális intézménnyel áll kapcsolatban, akik kiegészítve az elméleti oktatást magas szintű gyakorlati képzést biztosítanak. Ösztöndíjjal, munkaszerződéssel is segítik a fiatalok jövőjét. A havi ösztöndíj tanulmányi eredménytől függően 10 000 és 55 000 forint közötti összeg is lehet. A szakmai vizsga után egyszeri pályakezdési juttatást lehet kapni, amelynek mértéke a szakmai vizsga eredményétől függően akár a 290 000 forintot is elérheti. A technikumi, korábban szakgimnáziumi képzéseinkben az általános műveltséget megalapozó közismereti, valamint szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik, két ágazatban. Az egészségügyi ágazat az egészségügyi szakmák gyakorlására készíti fel a leendő szakembereket, akik a betegápolás és gondozás, a különböző diagnosztikai és terápiás területeken végzik munkájukat. Tevékenységüket egy csapat tagjaként gyakorolják, egymás munkáját támogatva lehetnek eredményesek a gyógyító tevékenységben. A képzés során az ápolás, az asszisztencia, az egészségügyi laboratóriumi munka és rehabilitáció területeivel ismerkedhetnek meg a fiatalok. Az ágazat szakképesítéseinek jelentős része hiányszakma, mely mindig biztos elhelyezkedési lehetőségek kínált az egészségügyi szakképesítéssel rendelkezők számára. A szociális ágazat a gyermekjóléti alapellátáshoz, beleértve a bölcsődei ellátást is, a gyermekvédelmi szakellátáshoz, a javítóintézeti ellátáshoz és a szociális ellátáshoz tartozó szolgáltatásokat foglalja magába. A képzést követően a fiatal. Segítségre, támogatásra szoruló gyermekek, fiatalok, valamint az egészségügyi mentális és vagy szociális problémákkal, beilleszkedési nehézségekkel küzdő egyének, családok és közösségek szakszerű ellátását lesz képes megvalósítani. A képzés során a fiatalok megismerkednek a gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményekkel, az ápolás, gondozás, nevelés és esetkezelés eszközeivel, illetve módszereivel. Ide érettségével rendelkezők is beadhatják jelentkezésüket nappali és esti tagozaton egyaránt. Az itt folyó képzések államilag támogatottak, ösztöndíjjal járnak. A 2020-2021. Tanévre egészségügyi ágazatban a következő szakok indítását tervezi az iskola. Az előírások szerint általános ápolószakként kizárólag okleveles technikus képzés indítható. Ez a képzés kiemelkedő lehetőségeket nyújt arra, hogy a tanulókat az iskolával kapcsolatban álló egyetem koordinálja, így lehetővé válik a középfokú tanulmányok beszámítása a későbbi felsőoktatási tanulmányokba, ami a képzési idő jelentős rövidítését jelentheti. A képzés megfelel a vonatkozó EU követelményeknek, így a középfokú egészségügyi képzések közül egyetlen képzésként a közösségi jog alapján az EU tagállamaiban automatikusan elfogadott végzettségeket ad. Az általános ápoló részt vesz az egészségügyi ellátás során a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatokban. A képzés eredményeként a tanuló felnőtt, csecsemő és gyermekápolási feladatokat képes majd ellátni, valamint háziorvosi praxisban és az alapellátás más szinterein otthoni ápolásban ápolóként tevékenykedni. Az egészségügyi asszisztens képzésben résztvevők érettségi és technikusi szintű szakképzettséggel végeznek. A 2020-2021-es tanévben fogászati asszisztens, gyógyszertári asszisztens, perioperatív asszisztens és radiográfiai asszisztensi tanulmányok között választhatnak a jelentkezők. Az egészségügyi asszisztens a járóbeteg szakrendelőkben, gondozókban, orvos irányítása mellett önállóan vagy vele együttműködve végzi a munkáját. Elősegíti és biztosítja a betegellátás, gondozás feltételeit. Asszisztál a beavatkozásoknál, segítkezik a műszeres és fizikális vizsgálatok végzésében.
Az egészségügyi laboráns ágazat 5 éves képzése, érettségi és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul, melynek keretében választható szakirányként klinikai laboratóriumi asszisztens és szövettani asszisztens szakmákat sajátítanak el a tanulók. Az egészségügyi laboráns klinikai, kórházi vagy rendelőintézeti laboratóriumban vagy patológiai laboratóriumban dolgozik. A klinikai laboratóriumi asszisztens az emberekből származó különféle vizsgálati anyagokból megfelelő módszerekkel elemzéseket, szövettani és laboratóriumi vizsgálatokat végez. Aki a mentőápoló képzése jelentkezik, érettségi és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárja majd 5 év elteltével tanulmányait. A mentőápoló a sürgősségi betegellátás területén, a betegek mentésében és sürgősségi ellátásában vesz részt. Irányító csoport tagjaként a segélyhívószámon érkező bejelentéseket fogadja és koordinálja. A képzés ajánlott minden olyan fiatal számára, aki jó verbális képességgel rendelkezik, könnyen teremt kapcsolatot és fontos számára a mások iránti felelősségvállalás és a segítségnyújtás. A gyógymasszőr 5 éves képzése érettségi és technikus szintű képzettség megszerzésével zárul. A gyógymasszőr diagnózis alapján különböző, meghatározott típusú masszást végez és felhasználja a víz és a gyógyvizek hatását. Az egészségügyi ellátócsoport tagjaként részt vesz a közvetlen betegellátásban, de akár önálló vállalkozás keretein belül is tevékenykedhet. A szociális ágazatban az iskola várja a kisgyermekgondozó nevelő képzése jelentkezőket, akik 5 éves képzés után érettségi és technikus szintű szakképzettséget szerezhetnek meg. Elsősorban a gyermekek napközbeni ellátási formáiban bölcsödék, alternatív napközbeni ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet és egyéb gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen a 0-tól 3 éves korú gyermekek nevelése, gondozására kapnak képzést. A szociális ápoló és gondozó 3 éves képzése után a tanulók szakképzettséget szereznek. A képzésre érettségi nélkül is lehet jelentkezni. A szociális ápoló és gondozó bentlakást vagy nappali ellátást biztosító szociális intézményekben, illetve az ellátást igénylő otthoni környezetben, gondozói munkakörben végzi tevékenységét. Életkoruk, egészségi, mentális vagy fizikai állapotuk miatt segítségre szoruló idősek, fogyatékosok, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, hajléktalansággal küzdő személyeket ápol és gondoz. Az iskola a képzéseket elsősorban azoknak az érdeklődőknek ajánlja, akik szívesen ismerik meg az emberi test működését, a betegségek jellemzőit, az egészséges életmód elemeit, akik jó verbális képességgel, manualitással rendelkeznek, könnyen teremtenek kapcsolatot, fontos számukra a mások iránti felelősségvállalás és segítségnyújtás, akik türelemmel és szeretettel fordulnak a gyermekek és felnőttek felé.